Vendégem Nagy László és dr. Brosz Zoltán, neurológus. Szervusz, köszöntek titeket a műsorban. Hogyha jól tudom, László, akkor te acetózis cerebrál parézisben szenvedsz. Zoltán, téged kérdeznék, hogy mit tudhatunk egészen pontosan erről a betegségről? Az acetózis cerebrál parézis az egy gyűjtőfogalom. A fejlődő központi idegrendszert ért károsodás következtében kialakult mozgás és tartászavarokat értjük alatta. Egy ritka betegségről beszélünk egyébként? Sajnos nem. A ritka betegséget azt az Európai Bizottság úgy határozza meg, hogy kevesebb mint egy embert érint 2000-ből, és ez a betegség ez sajnos kb. 2-4 embert érint 1000-ből, tehát mintegy 8-szor gyakoribb a klasszikus ritka betegségeknél. Laci, téged kérdezlek, hogy mikor kezdődött nálad egészen pontosan ez a betegség? Születésem múlt. Ez egyébként gyakori, hogy a születésétől kezdve valaki rendelkezik ezzel a betegséggel, vagy ez általában később szokott kialakulni? Nem, ez gyakori, mert a központi idegrendszer fejlődése az a magzati életben elkezdődik, és rohamosan fejlődik a magzati élet során. Majd a születést követően 2 évig egy szintén elég intenzív, dinamikus fejlődés figyelhető meg, és hogyha ebben a szakaszban következik be az agyat ért károsodás, akkor találkozunk ebből a szindrómával. Laci, kérlek, mesélj egy kicsikét magadról. Ugye említetted, hogy neked kiskorod óta, tehát a születés óta szenvedsz ebben a betegségben. Az életednek minden egyes területére kijal, tehát hogy mennyire tudsz te így módon teljes életet élni? Nyilván azért kevesebb százalékban, mint mások. Igen, megoldom a dolgokat. Annak idején voltam kiskorban a nevelőintézetben, ők megtanítottak egyet öltözni, enni, mert semmit nem tudtam. Ez a betegség, Zoltán, egyébként nyilván genetikai, vagy ez, vagy más? Részben genetikai, itt egy gyűjtőfogalomról van szó. Az esetek egy részéért a magzati életben, vagy születés kapcsán után létrejött vírusfertőzés vagy oxigénhiányos állapot a felelős, de számos esetben genetikai háttere is lehet a betegségnek. Ez rendkívül fontos hangsúlyozni, mert ezeket keresni kell. Tehát, hogyha valakinél nem volt egyértelmű oka a szindróma kialakulásának, mint oxigénhiányos állapot születés kapcsán, vagy egy konkrétan azonosított vírusfertőzés, akkor nem szabad belenyugodni abban, hogy ezt a szindrómát ráhúzzuk valakire, hanem meg kell nézni, hogy mi lehet ennek a mögöttes tartalma. Ez a betegség egyébként felfedezhető még magzott korban? Tehát amikor még nem született meg a gyermek? Van, amikor igen. Tehát ultrahanggal is lehet látni, hogyha esetleg rendellenes tartás alakul ki, vagy kevésbé intenzívek a magzatmozgások, amik már a magzati élet utolsó trimeszterében jellemzőek szoktak lenni. Igen, tehát ilyen esetben igen. Mennyire beszélhetünk egyébként gyógyítható betegségről? Itt megint kérdés, hogy mi okozza a betegséget. Ugye itt alapvetően egy agykárosodás alakul ki, és azt tudni kell, hogy egy durva közelítéssel elmondható, hogy a központi idegrendszert ért károsodás, az elpusztult idegsejtek már nem képződnek újra. Tehát itt ilyen szempontból egy végleges állapotról van szó, azonban az állapot kapcsán kialakuló funkciózavar, vagy handicap, amit okoz a betegség, az fejleszthető és javítható. Milyen tünetei vannak egyébként? A különböző tónus zavar, ami a vádizmokat érinti, az mindig jelen szokott lenni, illetve különböző mértékű izomgyengeség. Ehhez társulhatnak még járulékos tünetek, mint például epilepsziás rohamok, tanulási nehézség, koncentrálási zavar, beszédprobléma, illetve különböző érzékelési problémák is. Tehát rendkívül széles a skála, ami még társulóan csatlakozhat hozzá. Ez a betegség, kicsit érdekesen fogalmazva, az élet haladtával egyre rosszabb lesz, vagy nincs változás?
Rosszabb nem lesz, hanem inkább azt mondanám, hogy egy állandó szinten marad, illetve hogyha nem kezelik, akkor egy kis romlás a tünetekben észlelhető, de maga a kiváltók az már nem változik. Laci, te milyen kezelési módokkal találkoztál és úgymond vetted igénybe azokat? Semmilyen kezelést nem kapok, amióta hazakerültem, azóta otthon vagyok édesanyámmal egyedül, úgyhogy nem, semmi kezelőt nem kaptam még eddig. Az orvostudomány egyébként gyakran foglalkozik ezzel a betegséggel? Igen, hiszen viszonylag gyakori sajnos az előfordulása, tehát azt mondhatom, hogy szinte mindenki találkozik velem. És hát visszatérve a kezelésre, hogyha ilyet látunk, akkor nem lehet elég korán kezdeni a kezelést. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, amíg az idegrendszer plasztikus képezhető, addig nagyon fontos, hogy lehetőség szerint a kialakult funkcióromlást ezt megpróbáljuk valamilyen szinten stabilizálni, illetve javítani. Ugye itt az elsődleges cél, hogy az illető járóképes legyen. Hogyha ez nem elérhető, akkor meg kell tanítani a kerekesszékes használatra, illetve az alapvetően ellátó funkciók végrehajtására, öltözködés, tisztálkodás, étkezés. Említetted azt, hogy meg kell próbálni, hogy tudjon járni, de hogyha ez nem megy, akkor ugye marad a kerekesszék. Ez mitől függ egészen pontosan, hogy képes lesz járni vagy sem? Ez alapvetően attól függ, hogy milyen mértékű volt a károsodás, ami a központi idegrendszert érte. Hogyha enyhébb, akkor van esély arra, hogy valaki járóképes legyen, ha súlyosabb, akkor kevésbé. Itt általában mindig van egy izomgyengeség, egy fokozott izomtónus, izommerevség, illetve egy jelentős tartási zavar, ami a mozgást alapvetően befolyásolja. A Laci esetében, hogyha most elkezdene bármilyen féle kezelést, akkor mi a leglátványosabb változást, amit ki tudnánk mutatni X időn belül? Valószínű látványos változás az nem lenne. Azt kell, hogy mondjam, inkább kisebb mértékű változás lehetne várható jó eséllyel. Itt tulajdonképpen esetleg a tartás javítása, illetve a Laci konkrét esetét nem ismerem, de itt előtte beszélgetve, a műsor előtt beszélgetve vele, föl tud állni és segédeszközzel tud azért két lábon mozogni is, tehát azt például lehetne javítani. De más egyébet akkor nem, már sajnos. Ez azért van egyébként, mert ugye a mondatodból kiindulva, hogy nem lehet elég korán elkezdeni ugye a kezelést, tehát hogy ő már így módon késői stádiumban van. Ezen betegségnél nem is lehetne egyébként sokkal több mindent változtatni vagy jobbá tenni? Ezt ugye konkrét esetben nem tudom megmondani. Az általánosságban elmondható, hogy a korai kezelés az rendkívül fontos, tehát a korai fejlesztés komplex módon az egy rendkívül fontos dolog, és hogyha ezt elmulasztjuk, akkor utána már nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Laci, neked egyébként a mindennapokban vagy a hétköznapokban barátok, ismerősök hogyan szoktak neked segíteni? Nekem nagyon sok barátom van, és segíten, hála az Istennek. Ebben jó vagyok, hogy rengeteg barátom van. Hogy szerencsésenek mondhatom magam. Mit tudnánk tanácsolni egyébként, akkor most kifejezetten Lacinak teszem azt szerint? Hát rendkívül fontos, hogyha az embert segítő szándékkal többen körülveszik, hiszen azért ez egy jelentős problémát jelent az egyénnek pszichés megterheltség tekintetében is, tehát azt elviselni, hogy mozgásában korlátozott, számos dolgot nem tud megcsinálni, amit mi egészséges emberek nehezen tudunk elképzelni. Ebben nap mint nap szembesülni és feldolgozni, azt korán sem könnyű, és ebben tudnak segíteni, hogyha barátok veszik körül, vagy akár állatok is, akik a környezetben vannak, sokat tudnak segíteni magának az érintett embernek is, illetve hát
az állatok szempontjából is egy, sokszor egy fokozott törődést élhetnek meg. Dr. Bró Zoltánnak és Nagy Lászlónak köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen.